regeneratív medicínák. Kedves nézőink, régóta megy ez a sorozatunk, nagyon sok mindent tanultunk belőle. Azt hiszem, hogy ma az igazi pozitivitás jegyében fogok beszélgetni vendégeimmel, hiszen a címünk az, hogy egészséget építünk. Hadd mutassam be, hogy kik is ülnek itt a stúdióban, először természetesen a mi állandó szaktanácsadónkat, Miskó Józsefet üdvözlöm, és Miskó József úr vendéget is hozott magával, Törjék Györgyöt. Köszönöm szépen, hogy eljött és segít a mi nézőinknek még többet tudni az egészségről. Örülök, hogy eljöhettem önökhöz, és megnézhetem ezt az egész műsort. Na most én azt mondtam, hogy építjük az egészséget. Hát ez nagyon furcsa, mert az ember azt hinné, hogy az egészség van, vagy sajnálatosan nincs, de hogy építeni. Kedves József, mi az, hogy építjük? Két éve beszélünk itt a szervezet megújításáról, megújulásáról, ezt úgy nevezzük, hogy egy regeneratív módszerprogram, aminek az alapja, illetve a lényege az, hogy újra 25 éves kor felett a funkcionális őssejteket tudjuk munkába állítani. Teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, ha már elmondtuk 25 vagy 30 évesek, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy a funkcionális őssejtek helyett csak funkcionális sejtjeink vannak. És ekkortól már elindul a szervezet biológiai öregedése, amely megnyilvánul különböző diszfunkciókba, ezt úgy is nevezem, hogy életminőség romlás következik, hiszen már nem úgy működnek egyes szerveink, szervrendszereink, nem úgy tudunk teljesíteni, és ez egy folyamatos karbantartást igényel. Ez a programmódszer alapja. De van, amikor trauma ér bennünket. Tehát egy olyan baleset, ami nagy mértékben károsítja, tönkreteszi, hogy úgy mondjam, különböző szerveink, szervrendszereink működését, amelyek állandósultak. Na most ilyenkor beszélünk arról, hogy építsük újra az egészséget, illetve az elsőre is vonatkozik, amikor még csak pici tüneteink vannak. Nem egy trauma ér bennünket, egy baleset, hanem a természetes elhasználódásból eredő zavarok keletkeztek a szerveinkben, a sejtjeinknél, hogy ekkor is nem betegségeket kezelünk, mert akkor már tünet van, akkor már betegség van, mint általában eddig lehetett az embereknek, hanem ezzel a módszerrel, ahogy már megtapasztalták korábban is a folyamatos, rendszeres nézők, újraépítjük az egészséget. Ez nagyon aranyos, ez olyan, hogy ne várjuk meg, míg a ház összeomlik, romos lesz, hanem idejében kezdjük visszaépíteni, illetve regenerálni. Na most eljutottunk ehhez a szóhoz, hogy regenerálni, és mi mindig úgy jelentkezünk be, hogy regeneratív medicínák. Igen, hát ez egy olyan készítménycsalád, és hozzátartozó program is, ami egy kicsit nagyobb tudatosságot igényel, több információt, több tudást az életünkhöz, a testünkhöz, és megfelelő készítményeket is célszerű hozzá alkalmazni, hiszen enélkül nem működik a regeneráció a szervezetünkben. Mit jelent? A elsősorban ugye a funkcionális ősejteket be tudjuk végre indítani, újra munkába állítani azzal a készítménnyel, amelyet 91 évvel ezelőtt dr. John Davidson, kanadai tudós fedezett fel, illetve Eszkaland doktor volt az, aki ezt kézzelfogható formába minden lakosnak tudja biztosítani. És ehhez tartozik ugye két fő területünk, a keringési rendszerünknek a folyamatos újraépítése, karbantartása, valamint a feldolgozó emésztő rendszerünk, enzimháztartásunk újrarakása. Tehát a program ezzel beindítja azt az önregulációs, öngyógyító folyamatokat, amelyekhez ez a készítménycsalád tartozik és szükséges. Ennek hatására újra jobb működési állapotba kerül a szervezetünk. Köszönjük szépen, és akkor rátérünk a mai témánkra és mai vendégünkre. Törjék György aktívan sportolt fiatalkorában. Én itt látok tájékozódási futás, de volt itt még más sport is.
Mikor nagyon fiatal voltam, még az 1970-es években elkezdtünk tájfutni, és azóta minden évben folyamatosan tájfutásra megyünk, és látjuk az egész országban a versenyeket. Aztán jött egy másik verseny, a jégkorong, az is egy 10 év volt, és utána még folyamatosan csináltunk más futó és más versenyeket is ebben az időszakban. Tulajdonképpen ez egy jó, erőteljes időszaka volt önnek, de utána, mintha sorba jöttek volna a problémák, kezdődtek a kullancsípésekkel? Hát a kullancsípés az sajnos nagyon sok volt, és volt olyan verseny, hogy 20-25 volt az ember testébe, és akkor ki kellett szednünk folyamatosan. De 2010-ben kaptam egy olyat, amitől azóta sem tudok folyamatosan versenyezni, és nem tudok együtt lenni vele a fájdalom szempontjából. Tehát ez egy tartós fájdalmat jelent, másrészt meg hát gondolom, hogy sok mellékhatása van egy kullancsípésnek. Na most úgy elkezdtünk ismerkedni, de én megkérném, kedves József, hogy arról meséljen, hogy önök mikor találkoztak, és ez a különleges élet hogy kapcsolódik a mi beszélgetésünkhöz? Törék György barátom, most már így nevezhetem, megkeresett tavaly februárban, ha jól emlékszem, vagy márciusban, hogy nagyon súlyos problémái vannak, mozgásképtelenség, beszédkészség elvesztése. Ez nekem is feltűnt, mert az első telefonbeszélgetésünk alkalmával nagyon kellett figyelnem, és nem értettem, hogy sokszor mit mond. Tehát olyan inadekvált volt a beszédje, úgyhogy meg kellett fejtenem. A lényeg az, hogy felkerestem, találkoztunk, és akkor derült ki, hogy ugye a tájfutásból eredően egy csomó kullancsipést szerett össze, másrészt meg volt 2012-ben egy balesete. És ebből eredt az, hogy teljes egészében szinte elvesztette a mozgásképességét, tehát egy kisebb izombénulás a jobb oldalán állt be. Hát 2 hétig volt kómába, de majd ő erről többet tud egy kicsit mesélni, és ennek következtében volt az, hogy mind a mozgásképessége, mind pedig a beszédkészsége gyakorlatilag majd, hogy nem megszűnt. És hát ő szeretett volna ebből kijönni, kigyógyulni, ekkor beszéltük meg, hogy ő elkezdi ezt a módszert, és hát itt a példa, hogy ugye újra építette a testét, mert most már nagyon szépen folyékonyan beszél, és újra el tudott kezdeni kicsit sportolni is. Ön hogy látja ezt a periódusát az életének? Hát ez az életem második része. Most vagyok 8 éves, és a tanulmányaim is, és a dolgaim is maximálisan jött minden pozitívan, mert volt olyan pillanat, hogy a 10 szóból 9-et nem tudtam elmondani. Tehát másfél évig, 3 éven keresztül szintén nem tudtam menni, otthon feküdtem, és nem tudtam menni sehová. És utána folyamatosan próbáltam rendbe jönni, és az utolsó 1-1,5 évben pedig elkezdtünk a következőt, amit szedünk, és amivel dolgozunk. És ebből kifolyólag most már folyamatosan nagyjából tudok beszélni, és próbálok, el tudok menni most már egy olyan, majdnem egy órát sportolni az utcán, udvarba, különböző területekre, ahol egy kicsit tudok futni, tudok nordikezni, tudok biciklizni, és próbálok rendbe jönni. Hát ezt én nagyon nagy örömmel hallom, ugyanis mi kell nekünk? Egy kis reménység, meg egy kis példa, hogy lám-lám, mindenből ki lehet lábalni, meg lehet próbálni újrakezdeni az életet. Akkor most egy kicsit nézzük meg, hogy mivel is, mi volt a módszer? Kezdem ott először is, hogy sok minden probléma volt a Gyurinál.
sok mindent megpróbált, ugye 12-től közel 7 évig azokat a felírt gyógyszereket is alkalmazta, amelyek ugye kicsit enyhítették a tüneteit. Aztán étrendkiegészítők közül is sokat használt, míg nem eljutottunk ugye a regeneratív módszerhez, aminek az alapja az, hogy a funkcionális ősejtek újraindításával esélyt kap a szervezet arra, hogy a nem működő sejtek helyett működők legyenek. Hiszen neki a különböző képalkotó eljárások és vizsgálatok kimutatták, hogy az agy területén, a jobb oldalon szöveti elhalás is bekövetkezett. Na most ebből adódott az elsősorban, hogy nem tudott mozogni, illetve a beszédkészsége nem volt meg. Hát úgy néz ki, hogy ez beindult. Én, amikor elkezdte megfelelően összeállítottan szedni a készítményeket, ugye ez több készítmény, akkor 4 hónap múlva vettem először észre, hogy már jobban képzi a szavakat, több szót tud összefüggően kimondani, értelmes, én megértem. Aztán 8-9 hónap múlva már folyékonyan beszélt mondatokat tudott összerakni, nem erőltetve, tehát bocsánat, úgy mondom, mikor elszatlakozunk, olyan, mint egy gügyögő kisgyerek, szó szerint, ezért mondja, hogy újra született. És hát februárban mondta jó hírt, hogy már a mozgása is ugye újra jobban beindult, és tud sportolni, mozogni, tehát tényleg, hogy mondta, most 8 éves. Mi kellett ahhoz, hogy mondjam, betartsa az utasításokat? Ehhez kell egy akaraterő, nem? Hát az én véleményem az, hogy ha én felébredek, és ameddig fent vagyok, addig folyamatosan tanulok, próbálok dolgozni, próbálok odafigyelni minden dologra, és próbálok úgy viselkedni mindenféle pillanatig, hogy mindenből jobb, jobb és jobb legyen az én. Soha nem mondta azt, hogy na hát ennyi pilula, bogyó nem kell nekem. Nem, mert én már régóta keveset veszek be, amit bevettem. Amit most beveszek, az a fájdalom miatt kell egy dolgot bevennem, de ezen kívül semmi mást, és a többi pedig most már, amit szedünk folyamatosan, ez gyógyít. Nem csak nekem, másoknak is, aki ezzel foglalkozik, és próbál meggyógyulni az ember. Mennyire volt ez összetett, hiszen itt az agyműködés, az erek, az izom, a fájdalom, hogy kell ezt elképzelnünk ebben a kis építményben? Igen. Elsősorban ugye a program alapja az a készítmény, ami egy szignált ad, egy jelet ad a funkcionális ősejteknek. Ugye ebben van az az FGF2-es faktor, ami a funkcionális ősejtek tápláléka. Második, ugye a mikrogyulladások keringés rendbetétele, erre van a második készítmény, ami nagyon fontos, hiszen hogyha a sejtmembránok nem átjárhatók, akkor a sejt működéséhez szükséges oxigén, víz, antioxidánsok, fehére, minden, ami kell, nem tud bejutni, és akkor a sejt nem tud dolgozni. A harmadik dolog az enzimháztartás újraépítése, hiszen hogyha megfelelő mennyiségű az enzim a szervezetben, akkor az agyi funkciók is jobban működnek. A negyedik dolog a megfelelő immunvédelem, és mivel ez a Lyme-kor, a borélia, ugye, ami ennek az elidézés, ez a baktérium, ez még mindig jelen volt a szervezetébe, hosszú idő után is. Tehát így ciklikusan, hogy hol nem volt kimutatható, hol újra kimutatható volt, akkor az immun speciális készítmény is segített, ami a program része, és most már egy 3 éve azt az 5. készítményt is elkezdte a Gyuri, amiben antioxidánsok, vitaminok, ásványanyagok, bomba koncentrációja van, hogy a sejtek még jobban tudjanak működni. Na, igazából ekkor indult be a jobb javulás, ugye ez idén februárban következett be, egy áttörés. De ami a Gyuriba dicséretes, hogy megértette a program lényegét, hogy ez nem kúraszerű. Nem lehet időintervallumot adni a szervezetnek, hogy mikorra tegye helyre a problémáját, hanem azt mondta, hogy tartom, eddig tart, kellőmbe kerül, én elfogadom, megértettem, hogy újraépíti a funkcionális ősejt program a szervezetemet, hát akkor addig csináljuk, amíg átütő siker nem lesz. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy van még önben kitartás, hogy ezt még csinálni, javulni? Hát én, nekem az a véleményem, hogy még
szeretnék e világon még tovább élni, és szeretnék folyamatosan meggyógyulni, és eljutottam már arra a szintre, hogy tudok most már egy kicsit tényleg beszélni, és tudok mozogni, és jól érzem magam mindenkivel, akivel lehet beszélni, meg velem együtt is le tudunk ülni, beszélgetni. Látom, hogy a kedély állapota is jó, tehát mosolygós. Úgy gondolom, hogy ez így van, és ha talán egy elkövetkezendő egy év után el tudjak úgy jönni, és azt mondani, hogy segíteni a mögöttem olyanoknak, akikre valamire szükségük van, mert sok olyan ismerősöm van, akinek vannak betegségek, és nem akarnak dolgozni, vagy nem tudnak dolgozni, és ennek mindenféleképpen szeretnénk segíteni, vagy elmondani neki, hogy hogyan tud foglalkozni azzal, hogy bizonyos rész gyógyuljon az ember testében. Tulajdonképpen most is azt csináljuk, hogy valahogy mutatjuk önöknek, hogy hogyan is kell hozzáállni ahhoz, hogy javulhassunk, és természetesen visszavárjuk egy év múlva, hogy lássuk a remek fejlődést, ha megígéri, hogy nem itt fog fekvőtámaszhozni nekünk, és szobabiciklizni a stúdióban. Igen. Kedves József, öntől is azt várom, hogy akkor mit üzen a nézőknek ez a példa alapján? Igen, hát ugye egészséget építsük, és ne betegséget gondozzunk. Mert én azt látom most már 4 év után, hogy ez az a program, ami ezt meg tudja valósítani. Ugyanis eddig a Gyurinál is a betegség szinten tartása, és nagyon sok esetben a krónikus betegségekre gondolok, ugye. Mi történik az embereknél? Az, hogy a jelenlegi lehetőségeik mit biztosítanak? Gondozzák a betegséget. Ez egy nagyon, de nem jó gondolkodás. Ugye mi van, beteg gondozás van a köztudatban is. És miért nincs egészség gondozás? Tehát nekünk is tudatilag kell változni, és azt tudjuk itt a Gyurival most bemutatni, elmondani nézőknek, hogy ez a program újra rakja a szervezetet. De ne várják meg ezt a helyzetet, hanem akkor kezdjék el, amikor még csak apró jelek vannak, és legyenek kitartóak. Nem kúraszerű történetbe érdemes gondolkodni, hanem egy folyamatba, mert az egészség nem cél, hanem egy folyamatos életminőség. Hát kérem, kedves nézőink, hogy ezt jegyezzék meg. Az egészség nem cél, hanem folyamatos életminőség. Kedves József, továbbra is lehet hallani az ön előadásait interneten, én is nézegettem belőle. Igen, természetesen továbbra is interneten vannak előadások, úgyhogy aki szeretne mélységében megismerkedni a programmal, az jelentkezzen a www.egészségnagykövet.com weboldalon. Köszönjük szépen, természetesen tudom, hogy nagyon sokan nem interneteznek a nézőink közül, de azoknak meg, amint lesznek élő adások, találkozások, azokat is el fogjuk mondani. Kedves Törjék György, nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük ezt a jó példával való előjárkálást. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Köszönjük mindent is.